Bajban a sütőipar, közel 6000 munkavállaló hiányzik a sütődékből, a szektor tartalékai pedig kimerülőben vannak, állítja a Magyar Pékszövetség alelnöke. Új képzések, Nyíregyházán angol nyelvű oktatással bővült a Debreceni Egyetem egészségügyi karának kínálata, Beregszászon kihelyezett ápolószakirány indult. Fontos a kémények ellenőrzése, 23 szénmonoxid mérgezéshez riasztották idén a tűzoltókat Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Közel 6000 munkavállaló hiányzik a sütődékből, a szektor tartalékai pedig kimerülőben vannak, hangsúlyozta Lakatos Tibor 35 perc című műsorunkban. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A Magyar Pékszövetség alelnöke szerint sürgős lépéseket kell tenni a sütőipar segítésére. Mint mondta, áfa csökkentésre, állami támogatásra és béremelésre lenne szükség az ágazatban. Kenyeret sütnek ebben a nyíregyházi pékségben. A vállalkozás vezetője korábban úgy nyilatkozott. Egyelőre nem emelnek árat a sütődék. Ha a pékségek kivárnak, és ha a malmok növelik a lisztárát, akkor egy 8-10%-os kenyérár emeléssel számolnak. Egy esetleges áremelést nem csak ez indokolna, hanem az is, hogy országos szinten körülbelül 6000 munkavállaló hiányzik a sütődékből, nehéz szakembert találni, de a munkabérek, bérpótlékok emelkedtek az elmúlt évben, ez pedig nagyobb kiadást ró a vállalkozásokra. Munkabéreket kell növelni, de ugyanúgy ismételten a szakmunkás minimálbér és a minimálbér is növekedni fog, tehát tőlünk függetlenül is kell növelni a szakmunkásoknak a bérét, de ez a megoldás, hogy nekünk is fejleszteni kell a minimálbéret, illetve hát a hatványozottan jelentkezik a sütőiparnál a bérnövekedés, hiszen mi döntően éjszaka dolgozunk, hatványozottan jelentkezik a többletköltség, hiszen a pótlék és a délutáni pótlékkal nekünk igazán növekszik a bérköltségünk. A szektor tartalékai kimerülőben vannak, ezért várnak valamilyen állami támogatásra, amely meggátolja, hogy árat emeljenek a sütődék. A Magyar Pékszövetség kezdeményezte korábban, hogy ahogyan a sertés és baromfi hús, valamint a hal esetében, úgy a kenyérnél is csökkentsék az áfát. Ez a magyar sütődék piaci helyzetét is javítaná. Ki tudnánk venni versenyt azokkal a nem magyarországi sütőipari vállalkozásokkal, akik nem minden esetben teljesítik az adófizetési kötelezettségét, és azt gondolom, hogy a lakosság is ezzel a áfa csökkentéssel jól járna. Lakatos Tibor arra is felhívta a figyelmet, a kutatások és a külföldi tapasztalatok azt mutatják, hogy az áfakulcs csökkentése kedvező hatást gyakorol a gazdaságra is, és nem okozna hiányt a költségvetésben sem. A Pékszövetség alelnöke szerint a sütőipar segítése érdekében emellett fontos lenne a szakmán belüli összefogás, illetve egy megfelelő oktatási rendszer kidolgozása is a pékek képzésére. Angol oktatás és határon túli képzés bővült a Debreceni Egyetem egészségügyi karának kínálata. Beregszászon kihelyezett ápolás és betegellátás alapszakon belüli ápoló szakirányt indítottak szeptembertől, Nyíregyházán pedig 18 fő kezdte meg az angol nyelvű oktatást egészségügyi szociális munkamesterszakon. Erre a diákok többek között Szíriából, Nigériából és Egyiptomból érkeztek. A Debreceni Egyetem oktatási stratégiájának része a külföldi hallgatók bevonása. A más országokból érkező diákok az egyik legnagyobb számban a Civis Város intézményeiben tanulnak. Ezen túl pedig már az egészségügyi karon, Nyíregyházán is elérhető az angol oktatás egészségügyi szociális munkamesterszakon. Előző évben próbáltuk megszervezni ezt az egészet, most szerencsére ebben az évben már sikerrel is jártunk. 18 hallgatót sikerült felvennünk erre a képzésre. Nyilvánvalóan ez idővel még fog picit változni, hogy hányan lesznek, mert szokásosan vannak lemorzsolódó emberek ilyen anyagoknál fogva. Viszont nagy valószínűség egy olyan 10-12 ember megmarad a képzésünkben, amelyet nyilvánvalóan évről évre szeretnénk tovább meghirdetni. A diákok többek között Nigériából, Jordániából, Szíriából és Egyiptomból érkeztek. Egy önköltséges hallgató van, aki saját magának finanszírozza az 5000 dolláros éves tandíjat. A többieket két ösztöndíjprogram segíti. A diákok már rendelkeznek egy alapdiplomával, illetve kommunikációs problémájuk sincs, hangzott el a tájékoztatón. Szinte kivétel nélkül mindenki azt mondta, hogy ezt a tudást, amit nálunk szereznek, ezt majd otthon szeretnék hasznosítani, hiszen az ő országukban még a szociális munka is egy ismeretlen
szakma, az egészségügyi szociális munka ezzel együtt hasonlóképpen, és hát itt olyan tudásokra tesznek majd szert, amit akár a közegészségügyben, akár népegészségügyi problémákban, vagy esetleg gyerekekkel, idősekkel kapcsolatos problémákban jól fel tudnak használni. A diákok szép országnak látják Magyarországot, Nyíregyházát pedig egy barátságos városnak ismerték meg, de azért is választották a Debreceni Egyetemet, mert jókat hallottak az intézményről is. Beilleszkedésüket és tanulmányaikat két magyar tanuló segíti majd. I'm from Nigeria and I read a lot about Hungary. Nigériából érkeztem, korábban sokat olvastam Magyarországról, az iskoláiról, valamint az adottságairól, és ez eléggé meggyőző volt számomra, ezért is választottam ezt az országot, mert jól felkészült iskolái vannak, és az emberek is nagyon barátságosak. I will have my PhD here in Hungary, then I will go back to Syria. Miután megszerzem Magyarországon a doktori végzettségemet, a tervek szerint hazamegyek Szíriába, és az ottani diákoknak adom majd tovább azt a tudást, amit itt megkaptam. Otthon egyetemi tanár leszek, és a gyakorlatban használhatom majd a tudásomat, ugyanis a diákok azok, akik újjáépíthetik az országukat. Kihelyezett képzésként ápolás és betegellátás alapszakon belüli ápolószakirányt indítottak a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán Beregszászon. Ez is elhangzott a sajtótájékoztatón. A kárpátaljai magyarság száma 140 ezer főre tehető, közülük a legtöbben Beregszászon élnek, ezért is választották ezt a helyszínt. A magyar kormány úgynevezett szülőföld programja tette ezt lehetővé. Összesen 13 nappal és 15 levelező tagozatos hallgató kezdte meg tanulmányait szeptemberben. Az előadások jelentős részét azt videokonferencia rendszeren keresztül közvetítjük, így a legegyszerűbb a képzés szervezés számunkra, hiszen mindenki jól tudja, hogy a határátkelés az problémás jelenleg, és természetesen a gyakorlatokat azt kint tudjuk megszervezni, a kinti főiskola jól felszerelt oktatótermekkel, számítógépes termekkel rendelkezik, illetve két új oktatótermet is kialakítottak csak az ápoló képzés számára. A múlt héten elfogadott új ukrán nyelvtörvény kapcsán annyit tudott az egyetem vezetősége hozzáfűzni, hogy ők addig tanítanak Beregszászon, amíg lehet. Arról jelenleg nincs még információjuk, hogy miben érinti az egészségügyi képzést az új törvény. 23 szénmonoxid mérgezéshez riasztották idén a tűzoltókat Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Ennek többek között a nem karban tartott készülékek és a kéménytisztítás elmulasztása volt az oka. A katasztrófavédelem felhívja a lakosság figyelmét, hogy a fűtési szezon kezdete előtt mindenképpen vizsgáltassák meg a fűtőberendezéseket, hogy elkerülhetőek legyenek a balesetek. A fűtési szezon előtt érdemes megvizsgáltatni a kéményeket, kályhákat és a kazánokat, hogy a szükséges javításokat el lehessen végezni. Az egyik leggyakoribb probléma, hogy a kémények nincsenek megfelelően karban tartva. A lakossági kéményseprés tavaly ingyenessé vált, így érdemes a korrekcióra odafigyelni és időben igénybe venni. Ez általában a fűtési szezon megkezdése előtt, szeptemberben válik aktuálissá a legtöbb háztartásnál. Ha azonban nem figyelünk oda, komoly károkat okozhatnak a kezeletlen kémények, füstelvezetők és vegyes tüzelésű kazánok. A lerakódott égés termékek gyulladást okozhatnak. Több mint 100 esetben riasztották a tűzoltókat megyeszerte ilyen jellegű eseményekhez ebben az évben, illetve ugye a gáz tüzelésű berendezések esetében pedig a kémény állapotát két évente ellenőrzik a kéményseprők. Ez azért is fontos, mert a visszaáramló égéstermék, mondjuk ha nincs meg a húzatja ennek a gáz tüzelésű berendezésnél a kéménynek, akkor ugye szénmonoxid mérgezés veszélye fennáll. 23 ilyen eset volt 2017-ben megyeszerte, és 5-en sérültek meg ilyen eseteknél. Szerencsére halálos kimenetelű baleset nem történt. A katasztrófa védelem felhívja a lakosság figyelmét, hogy nem csak a kémények felülvizsgálatát kell elvégezni, fontos beengedni a kéményseprőt, és a készülékeket is karban kell tartani. Gáztüzelésű berendezéseknél a szénmonoxid érzékelő használatát ajánlják, hiszen, ahogy idén több esetben is bebizonyosodott, életet menthet.
Súlyos baleset történt hétfő délután Nyíregyháza Sóstóhegyen a Muskotáj utcában. A járművezető eddig tisztázatlan okból elvesztette uralmát autója felett, majd előbb egy ház, később egy iskola kerítésének csapódott, kidöntve egy útjelző táblát és egy szemetes szelencét. Az ütközésben a személygépkocsi totál károsra tört, a sofőrt és utasát a mentőkórházba szállították. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. Szerdától minimális változást érzékelhetnek az autósok a benzinkutakon, ugyanis ismét emelkedik az üzemanyag ára. Igaz, most csak a gázolaj ára növekszik, az is minimálisan, mindössze 2 forinttal. A benzin ára nem változik. Ennek megfelelően a benzin átlagára 353 forint marad, míg a gázolai 353 forintra nő. Tankolás előtt mindenképp érdemes tájékozódni a benzinkutak árai között, hiszen a különböző töltőállomásokon akár 20 forintos különbséget is tapasztalhatnak az autósok. 3 évszázad katonai viseletét mutatja be a Máté Szalkán most nyílt kiállítás. A tárlat részleteiről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Kecskeméten kezdi a szezont a nyíregyházi kosársuli. A hétvégén rajtoló amatőr nemzeti bajnokság alapszakaszában 3-9 csapatos csoportban küzdenek az együttesek. Az NKS nélkülözni kényszerül az anyai örömök előtt álló Farkasinszki Orsolyát, ott lesz viszont a pályán a 3x3-as világbajnoki ezüstérmes Pap Klaudia. A cél az első 3 közé kerülés. Visszatért a Nyíregyháza Tigershez Troy Rice, az amerikai futballista egy szezont már játszott a Tigriseknél, a jövőben pedig játékosként és edzőként is segíti a Hungarian Football League-re készülő nyíregyháziakat. Az is eldőlt, hogy a következő szezonban amerikai edző irányítja majd a csapatot. Három évszázad katonai viseletét mutatja be a hétfőn Máté Szalkán nyílt kiállítás. A Szatmári Múzeum új tárlatának célja, hogy az egyenruhák fejlődésén keresztül bepillantást engedjen egy-egy történelmi korba, valamint a bakák mindennapi életébe. Széchenyi István egyenruhája, egy Miklós huszárnak a szabadságharcban használt öltözete, vagy az első világháború szürke, hétköznapi katonai viselet. A napóleoni háborúktól napjainkig mutatja be a magyar katonák egyenruháit a hétfőn a Máté Szalkai Szatmári Múzeumban nyílt kiállítás. A tárlat kifejezetten a bakák mindennapi és háborúban használt uniformisára koncentrál, az egyéb kiegészítők, mint például a fegyverek, a csizmák, vagy éppen a fejfelük most nem láthatók. Egyben lenne igazán szép, de így is nagyon-nagyon csodálatos, hiszen azért egyben látni a 1800-as évek elejétől a napjainkig az egyenruhák fejlődését, és ebben vannak aztán különleges dolgok, ugye, mert van itt egy tábori lelkésznek az egyenruhája, van egy ápolónőnek az egyenruhája, van egy kis huszárnak a ruhája, szóval mindenfajta ruha, matróznak az egyenruhája, a rajtamonitorról, ugye az nagyon híres volt az első világháborúban ez a monitor, és ami számomra érdekes volt, hogy megjelentnek ezek a díszek, ezek a vitézkötések, ezek a magyaros díszek a mai, vagy remélem, hogy meg fognak majd jelenni a mai ruhákon, hiszen van itt férfi bocskai és nagyon szép női bocskai ruha is. Az egyenruhák a hadviselés szerves részét képezték, meghatározó funkcióval bírtak mind a hétköznapokban, mind pedig a csatákban. Az egyenruháknak a feladata az volt, hogy ne keveredjen össze, tehát lehessen látni azt, hogy ki a harcoló alakulat. Tehát, hogyha valakit megtámad az ellenség, akkor az egyenruha jelzi azt, hogy igen, én vagyok az, aki az ellenség ellen fogok vonulni. Fordítva, ha támad valaki, akkor jelzi azt, hogy igen, én vagyok az, aki meg fogok titeket támadni. Tehát az egyenruha az egyfajta testületi szellemet is jelentett. Az egyenruha jelentett az, hogy mi együtt vagyunk, és mások vagyunk a többiektől, tehát ahol mi vagyunk, az egy csapat. A történész azt is kiemelte, az egyenruhák díszítései nem csupán a szépséget szolgálták, hanem gyakorlati funkciókkal is bírtak. A fém gombok és varrások, a különféle kiegészítők a harcokban a katonák védelmét is ellátták. Fergeteges bulival ünnepli 16. születésnapját a 99,4 Sunshine FM. Bár minden évben nézők ezrei voltak a rádióval az évfordulón, az idén erre is rátesznek egy lapáttal, és még látványosabb, frissebb és ütősebb lesz a nyárzáró ünnep. Ezúttal szeptember 29-én a Continental Arénában várnak mindenkit, ahol Magyarország zenei életének legmeghatározóbb fellépőit vonultatják fel.
Igyekeztünk úgy is olyan széles repertoárt kínálni, hogy mindenki számára ott lesznek a kedvenc előadók, hiszen a régi UFO együttes idén újraélet, újra kevert változatokkal, nem csak az idősebbeket, a fiatalokat is megfogja, és nagy sláger, helyi kötődése bír a Hamkoham zenekar, akik a fiatalok körében most slágerszámba mennek, valamint az Irigy Hónaj Mirigy, akik régi paródiák mellett ugye idén már az új előadókat is kifigurázták, és természetesen nagyszerű dalokat gyártottak az ő slágereikre. De itt lesz a Well Hello, ugye, a legnagyobb durranás. Kecskeméten kezdi a szezont a nyíregyházi kosársuli. A hétvégén rajtoló amatőr nemzeti bajnokság alapszakaszában 3-9 csapatos csoportban küzdenek az együttesek. Az NKS nélkülözni kényszerül az anyai örömök előtt álló Farkasinszki Orsolyát. Ott lesz viszont a pályán a 3x3-as világbajnoki ezüstérmes Papp Klaudia. A cél az első három közé kerülés. Augusztus elején kezdte el a felkészülést a nyíregyházi kosársuli, amely alaposan megfiatalított csapattal vág majd neki a szezonnak. Az amatőr nemzeti bajnokságban legutóbb negyedik helyen végző együttesből hiányzik majd Fazekas Kata, Pál Vivien és Farkasinszki Orsolya, így gyakorlatilag a juniorok játszanak kiegészülve 2-3 rutinos, de korosnak semmiképpen sem mondható játékossal. A korelnök például a 3x3-as válogatottal világbajnoki ezüstérmet szerző 21 éves Papp Klaudia lesz. Farkasinszki Gyuláné szakmai igazgató így nem is nagyon tudja, hogy mire számíthat csapatától. Felemás érzésekkel várjuk ezt a szezont, ugye nálunk kicserélődött a csapat, évek óta ezt mondjuk, hogy ki fog cserélni, na ebben az évben meg is történt, tehát ugye biztos pont az életünkben az a Dia maradt, az Anna és a Fekete Dóra, ehhez talán csatlakozik a Fistel Csenge Ceglédről, de ő nem tudjuk, hogy mikor kap majd játékengedélyt, mert a Cegléd az ugyan nem tartott igényt ebben az évben a munkájára, ettől függetlenül nagyon nehezen akarja engedni, hogy hozzánk igazoljon, és az összes többi az maradt a mi utánpótláskorú játékosaink, a juniorok, ugye velük kell megoldanunk ezt az évet. Az igazság, hogy valamilyen szinten kíváncsian is várom, hogy mi fog történni és mi lesz, de valamilyen szinten kicsikét ilyen félve, hogy be kell őket vettünk most már egy az egybe a mély vízbe. Ugye itt maradtunk per pillanat magas ember nélkül is, igazából, tehát egy olyan szerkezetű és más csapattal állunk föl, amivel eddig álltunk. Az ugye nekem is újdonság, egészen másként kell összeállítanunk az edzéseket, egészen más taktikát kell alkalmaznunk. Az amatőr nemzeti bajnokságra 27 csapat nevezett. A szövetség 3 csoportra osztotta a mezőnyt. Az NKS a piros csoportba kapott besorolást. Az alapszakasz követően csoportonként 3 együttes jut majd a felsőházi rájátszásba. Egy biztos, a TF az nagyon erős lesz, tehát több helyről érkeztek játékosok, állítólag külföldi játékosa is lesz, aki ugye itt fog tanulni Magyarországon. A Debrecen játékos állománya szinte változatlan, tehát ugye az eddig se volt egy gyenge játékerőt képviselő csapat. A csata az újonnan lépett be, nem tudhatjuk, hogy a fiatalsághoz társul-e még rutin, vagy maradnak a fiatalok. A többiek azok ugye helyek közel, hogy ugyanazok, akik eddig voltak, meglátjuk. Tehát az, hogyha nekünk most sikerülne az első háromba végezni, azért én úgy gondolom, hogy az messze meghaladná az erőnket. Tehát ebben azért annyira nem vagyok biztos, de mindent megteszünk annak érdekében, és mindenféleképpen ez a cél, hogy esetleg még az adhat majd bizalomra okot, hogy az Orsa azért a második fél évtől visszaszáll a játékba, és onnantól kezdve azért vannak olyan hazai mérkőzéseink, amit ha sikerül nyerni, akkor talán tényleg meg lehet az, hogy ugye háromba kerüljünk. A nyíregyházi kosársuli a nyitófordulóban vasárnap Kecskeméten lép pályára. Hazai környezetben egy héttel később a Szolnok ellen láthatják Papp Klaudiáikat a szurkolók. Visszatért a nyíregyháza Tigershez Troy Rice. Az amerikai futballista egy szezont már játszott a Tigriseknél, a jövőben pedig játékosként és edzőként is segíti a Hungarian Football League-re készülő nyíregyháziakat. Az is eldőlt, hogy a következő szezonban amerikai edző irányítja majd a csapatot. Bár a Hungarian Football League következő idénye csak jövő tavasszal rajtol, az egy év harmadosztályú szereplés után a legjobbak közé visszatérő Nyíregyháza Tigers már elkezdte az építkezést. Ennek első lépéseként szerződtették az amerikai Troy Rice, aki már szerepelt a Tigriseknél, az utóbbi 3 évet azonban a Miskolc Steelers csapatánál töltötte az elkapó játékos. Rice tavaly bajnoki címhez segítette a borsodiakat, úgy, hogy őt választották a döntő legértékesebb játékosának. Kétségkívül az egyik legtehetségesebb Magyarországon játszó játékos.
és ez egy olyan hát erős hátországot jelent az edzőknek is és a játékosoknak is, ami megadja nyugalmat ahhoz, hogy tudjunk vele mindenféle taktikai és jelenléti szempontból is készülni. Valószínűleg minden HFL csapat örömmel látnak a soraiban Troyt, de azért örülünk, hogy minket választott. A fiatalok képzésében is szerepet vállaló játékos elmondta, hogy szeretné bajnoki címhez segíteni régi új csapatát. Úgy érzem, én vagyok az egyik legjobb játékos a ligában. Jelentős szerepem volt abban, hogy a Miskolc Steelers-szel kétszer egymás után a döntőbe jutottunk. Az egyiket megnyertük, a másikon nem tudtam játszani, azt elvesztettük. Továbbra is bízom magamban, azért vagyok itt, hogy segítsek a csapatnak. Rice szerződtetésével csak az első lépést tette meg a Tigers, a közeljövőben újabb játékosok csatlakoznak majd a csapathoz. Nagyon nagy az érdeklődés, több mint 70 e-mailt kapok szinte minden héten különböző játékosoktól. Nem titok, hogy megvan már a szerződése az amerikai vezetőedzőnknek is, nevét viszont nem tudom még sajnos nyilvánosságra hozni, mert még folyamatban lévő bajnokságban érintett, és annyit kért, hogy ez minden legyen publikus, és valószínűleg a szabályokat, a lehetőségeknek megfelelően ki fogjuk használni az import és külföldi játékosunk kosaink számára nyitva álló roster helyeket. Az új szabályok szerint 10 külföldi játékos lehet a keretben, közülük 4 lehet amerikai. A 4 tengeren túli focista közül egyszerre csak 2 lehet a pályán. A Tigershez kapcsolódó hír, hogy elkezdődött az U19-es bajnokság. A Tigrisek a nyitófordulóban 20-13-ra nyertek a Wanderers ellen. A nyíregyházi fiatalok vasárnap a Miskolc Steelers együttesét fogadják. Most pedig híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Közel 6000 munkavállaló hiányzik a sütödékből, a szektor tartalékai pedig kimerülőben, hangsúlyozta Lakatos Tibor 35 perc című műsorunkban. A Magyar Pékszövetség alelnöke szerint sürgős lépéseket kell tenni a sütőipar segítésére, mint mondta, áfa csökkentésre, állami támogatásra és béremelésre lenne szükség az ágazatban. Angol oktatás és határon túli képzés, bővült a Debreceni Egyetem egészségügyi karának kínálata. Beregszászon kihelyezett ápolás és betegellátás alapszakon belüli ápoló szakirányt indítottak szeptembertől, Nyíregyházán pedig 18 fő kezdte meg az angol nyelvű oktatást egészségügyi, szociális munkamester szakon. Erre a diákok többek között Szíriából, Nigériából és Egyiptomból érkeznek. 23 szénmonoxid mérgezéshez riasztották idén a tűzoltókat Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Ennek többek között a nem karbantartott készülékek és a kéménytisztítás elmulasztása volt az oka. A katasztrófavédelem felhívja a lakosság figyelmét, hogy a fűtési szezon kezdete előtt mindenképpen vizsgáltassák meg a fűtőberendezéseket, hogy elkerülhetőek legyenek a balesetek. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták szeptember 19-én kedden. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat elérik honlapunkon is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változékony időre van kilátás. Szerdán délfelől eleinte szárazabb, majd ismét nedvesebb légtömegek érkeznek térségünkbe. Az éjjeli órákban eleinte borult lesz az ég, majd az éjszaka második felétől felszakadozik a felhőzet. Eső, zápor, akár zivatar is várható. Az északkeleti szél eleinte még élénk lesz, később átmenetileg mérséklődik a légmozgás. Reggelre általában 10 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap a nap első felében közepesen felhős idő várható, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, majd délutántól erősen megnövekszik a felhőzet. Eső, zápor, zivatar egyaránt valószínű, az északnyugati szél helyenként megérinkül. Délutánra 18 fokig emelkedik a hőmérséklet. Meleg fronti hatás érezhető. A hét további részében és a térségünkben örvénylő mediterrán ciklon alakítja az időjárást, csütörtökön kiadós esőre van kilátás, majd pénteken gyengül a csapadékhajlam, de száraz időre még a hétvégén sem számíthatunk, akkor már felhős és napos időszakok váltogatják majd egymást, és pár fokkal emelkedik a nappali felmelegedés mértéke is.